Pénzügyi tudatosságot fejlesztő stratégiára kíván építeni a jövőben a Békés megyei kormányhivatal és a Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Egyesülete. Fontos, hogy mindenki tudatosan viszonyuljon a pénzéhez, és az egyszerű vásárlások során is hasonlítsák össze a termékeket, mielőtt döntenek. Az aláírt együttműködési megállapodásra a jövőben tervezett oktatói programok hatékonysága érdekében volt szükség, hangzott el pénteken a Békés megyei kormányhivatal előadó termében. Olyan szerepet vállalunk, ami az ő egyik fő célkitűzésük, hogy a lakosság pénzügyi tudatosságának emelése, a pénzügyi kultúra emelése, és ez a kormányprogrammal is egyezik, hiszen a kormány is elsődleges célként határozza meg, hogy már középiskolában elsajátítsák azokat a pénzügyi, gazdasági, vállalkozási ismereteket, amelyek jelentkeznek a való világban. Hiszen mégiscsak a legfontosabb rendeltetésünk, ha így lehet fogalmazni, vagy küldetésünk, hogy a valós világ valós problémáira keressük a választ. Az imént említett célok érdekében már korábban elkezdődött a munka. A fiatalok pénzügyi tudatosságára való nevelése érdekében az elmúlt évben egy oktatási mintaprogramot dolgoztak ki, melynek címe a Jövő Biztonsága Társadalombiztosítási Oktatóprogram. Ezt a programot egyes iskoláknál már alkalmazzák is a tanórák során. Egyszerű dolgokról van szó. Költségvetést előre tervezzük meg. Ha eldöntjük, hogy a gyermekünket szeretnénk tovább tanítatni, akkor tervezzük meg a feltételeit, számoljuk ki, tervezzük meg, hogy milyen bevételek, milyen kiadások lennek. Tehát nem meglepetésé lenne, hanem egy jól felkészült, átgondolt, tartalékokban is gondolkodásmód alakuljon ki már a fiatalkorban, de akár a nyugdíjasok, idősek tekintetében is, bár őtől is sokszor lehet tanulni, tegyem hozzá. Különböző felmérések szerint a magyar lakosságnak jelenleg több megtakarítása van az utóbbi évtizedhez képest. Más országokhoz képest azonban még mindig van hova fejlődni, ehhez pedig nagyobb pénzügyi tudatosságra van szükség.